kapni ajándékot, csak jól ki kell tisztítani a cipőstére. A nyolc cipőbe. Nagyon várták már ezt a pillanatot a szekszárdi polgármesteri hivatalban dolgozók gyermekei. Míg a nagyszakállú megérkezett hozzájuk, a program részeként a Kendermag pedagógus bábcsoport szórakoztatta az egybegyülteket. Nagyon örülünk annak, hogy a Covid elmúltával megvan erre a lehetőségünk, hogy a hivatal dolgozói gyerekeinek egy bensőséges mikulási ünnepséget tudunk itt a hivatalban tartani. Természetesen programok lesznek majd, különböző báb, színház előadás, és természetesen csomagokkal lesznek megajándékozva az ifjú hölgyek és urak. A Mikulás miután szétosztotta az ajándékokat, az adventi forgatagba sietett, ahol a Babits Mihály Kulturális Központ előtti téren várta a sokadalom. Az intézmény adventi program sorozata ismét elérte a célját, nagyon sok család jött el együtt várni a Mikulást. A várakozás, a szeretetbe való hit, a közösségi érzés hatványozottan érezhető. Ez ennek az évnek ilyen szempontból talán a legfontosabb szakasza, amikor az egyedülálló emberek, az elesettek, a nagycsaládosok és sok-sok olyan réteg, aki nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy nagyon gazdag ajándékkal kedveskedjen a másiknak, de ha olyan programokat, olyan műsorokat kap, ahol ő is önfeledten átérezheti ennek az egész várakozásnak nagyszerű érzését. Dombóváron kedden későn délután érkezett meg a gyerekekhez a városi Mikulás. A helyi művelődési házban közel 100-an vártak már rá. Nagyon tetszett. Mi egyébként először Csömörön voltunk, ott kicsit másabb a műsor, ott volt kisvasút még a gyerekeknek, azt így nagyon élvezték, de ez is nagyon színvonalas volt. Kétyen szerdán délelőtt a Baba-Mama klubba látogatott el a télapó. A kis település legkisebb lakói idén kifejezetten egészséges ajándékokat kaptak. Ennek ott már hagyománya van. Most az a legfontosabb, hogy a gyerekeket próbáljuk az egészséges életmódra nevelni valamilyen úton, módon, és hát a csokoládét, mint olyat, azt annyira korlátozunk, amennyire csak lehet. És most már évek óta a Mikulás úgy rakja össze a Mikulás zacskóban az ajándékokat, hogy annak a túlnyomó többsége inkább gyümölcs, vagy valami olyan, amit a gyerekek egészségesen el tudnak fogyasztani. Tamásiban már az óvoda ablakából lesték a gyerekek, hogy mikor érkezik hozzájuk a Mikulás. A kicsik egész évben jól viselkedtek. Azt ígértem a télapónak, hogy hazaviszem az ajándékomat. Bátaszéken a roma gyerekek énekelték magukhoz a Mikulást december 6-án este a művelődési házban. A már hagyományosnak számító eseményre a vártnál több gyermek ment el, és készült a nagyszakállúnak egy verssel vagy énekkel a csomag reményében. Nekünk a cigányoknak ezek az események nagyon nagy ünnepek, a Mikulás nap, karácsony, ezek mind olyan ünnepek, amit mi a régi hagyományos cigány emberek, akit még éltünk, meg élünk, úgy örököltük át a szüleinktől, hisz nekünk a karácsony az olyan karácsony volt, ami szegényes volt, nagyon szegényes. Éppen ezért a bátaszéki roma önkormányzat minden évben megvendégeli a településen élő cigány gyerekeket, hogy ők semmiképp ne maradjanak ki az ünnepből, és hogy örömet szerezzenek nekik.